A varázsvesző használata. Az aura érzékelése és mérése ma már tudományosan elfogadottá kezd válni, miként a varázsveszős mérések is. Jól lehet, egykoron babonaságnak számított mindkettő, manapság az ezotéria első osztályának tananyagában szerepelnek ezek a módszerek. Ismerjük önmagunkat? Bármennyire is próbálják sokan tagadni, az ember igenis egy okkult lény. Számos dimenziót köt össze az embernek nevezett csoda. Csak éppen eddig még ezt nem aknáztuk ki kellőképpen. Minden egyes embernek van aurája, azaz emberi kisugárzása, ami egy elektromágneses mező. Ugyanakkor a természet is egy energiákból felépülő, rejtett csoda, amelynek még csak ma kezdjük felfedezni a külső burkait. Emlékeztetőül egy példa. Az univerzum 95-96%-át kitöltő sötét anyagról és sötét energiáról a fizikusoknak még semmi érdemlegeset nem sikerült megállapítaniuk. Így van ez az ember és a természet esetében is. Noha természet és társadalomtudománynak hívják ezeket a megismerési módokat, javarészük azonban nem foglalkozik az ember rejtett felépítésével, és életünk megannyi láthatatlan összefonódásait, kölcsönhatásait és összefüggéseit sem látja. Ezért teljesen érthető döntés a megfelelő óvatossággal és fenntartásokkal kezelni a tudomány egyes megközelítési módjait, illetve elméleteit ahelyett, hogy minden tudónak kiáltanánk ki. Mire képes az intuíció? Az ember okkult képességei között előkelő helyet foglal el az intuíció. A ráhangolódás, a beleérzés és a villámcsapásszerű érzékelés, megértés és úgy szólván a kész tudás megszerzése az intuíció veleje. Csak hogy az emberek többsége nem ismeri és nem aknázza ki ezt a rejtett adottságát, holott minden ember rendelkezik vele. A varázsvesző használatát paranormális képességnek tekintik, és a tehetséget, amely mozgatja, még nem teljesen értik a tudósok. A tudomány kétségbe vonhatja, akár tagadhatja is a létezését, a konkrét bizonyítékok ellen azonban hasztalan viaskodni. A fa és vaspálcákkal folytatott kutatás mára komoly módszerré nőtte ki magát. Vizet, földsugárzást, ásványt, olajat, és számos anyagot, valamint energetikai anomáliát lehet érzékelni a varázsvesző segítségével. Az ősi egyiptomiak és a kínaiak, sőt a sziklarajzokról tudjuk, hogy még a primitív ősemberek is használtak varázsvesszőt. A varázsvessző használata éppen úgy tanulható, mint a többi tantárgy. Ebben az esetben az ember lesz a műszer ahhoz hasonlóan, mint a rádiókészülék, amelyet addig hangol az ember, amíg tökéletesen tiszta vételt nem talál. Kétségtelen, hogy vannak olyan ultraszenzitív személyek, akik olyan aurával és képességekkel rendelkeznek, hogy képesek érzékelni a Föld elektromágneses erőtereit. Ők annyira kifinomult érzékszervekkel bírnak, hogy az olyan mesterséges sugárzásokat is kifürkészik, amelyek csupán század részét teszik ki a Föld sugárzásának. A varázsvessző használata. Először egy vessőt kell keresnünk, amely lehet mogyoró, fűz vagy őszi baraszfa ág, amely villa alakban végződik. De vásárolhatunk egy egyszerű fémvessőt, mondjuk egy sárga részből készült pálcát is, amelyet meghajlítunk majdnem 90 fokos szögben. Ezután azt kell eldöntenünk, hogy mit akarunk keresni. Most tételezzük fel, hogy vizet. Mondjuk magunkban, hogy vizet akarok keresni. Majd koncentráljunk a vízre. Tartsuk magunk előtt a varázsvesszőt, hogy a vége előre mutasson. Egyébként van, aki két vesszőt használ, mindkét kezében egyet-egyet. Utasítsuk magunkat arra, hogy a víz felett a varázsvessző lengjen ki. Lassan kezdjünk el sétálni, és közben koncentráljunk a keresett anyagra vagy tárgyra, adott esetben a vízre. A vessző kilengése jelzi, ha a keresett anyag, példánk esetében a víz fölé ér a kutató.
Ne durva jelzésekre, hanem a varázsvessző finom elmozdulására számítsunk, amely a vonzás hatására alakul ki. Ha két vesszőt alkalmazunk, akkor mindkettő elmozdul. Miért? Mert az ember energiamezője és a természet kisugárzása folyamatosan kommunikál egymással. Az elmélet szerint itt egy valós kapcsolat jön létre a láthatatlan erők között, az emberi erőtér és a víz kisugárzása között. Sokat számítanak a varázsvesszős kutatásban a hajlamok. Az első alkalommal furcsa és szokatlan lehet, de fokozatosan ráérezhetünk arra, hogy milyen típusú energiákra vagyunk a legérzékenyebbek. A távolság ilyen esetben azért nem számít, lehet bármekkora, mert az univerzum egy mindent átható, koherens energiamezőből áll, amelyben az információk mindenhol egyidejűleg vannak jelen. Innentől kezdve csak mi szabjuk meg a határainkat, és ezért csak is mi terjeszthetjük ki azokat. A következő fokozat, amikor a megtalált anyagról vagy energiáról szeretnénk többet megtudni. Víz esetében például olyan kérdéseket tehetünk fel önmagunknak, mint például: milyen mélységben található a víz? Milyen irányba áramlik? Mekkora mennyiségben fordul elő? A kérdések legyenek eldöntendőek, és még azok feltétele előtt határozzuk meg, hogy a varázsvessző milyen irányú kilengése lesz az igenlő, és melyik a nemleges válasz. Aki még soha életében nem próbálta, annak sem szabad megriadnia ettől a kis kísérlettől. Amint ráérzünk, és tudatunk megízleli a keresett rezgést, megjegyzi, eltárolja a mintát. Így legközelebb már pontosan tudni fogja, mit keressen. Ehhez hasonlóan megtaníthatjuk magunkat az ásványok és bármilyen anyag rezgésére. Ne feledjük, hogy a kitartó gyakorlás itt is a siker kulcsa. A tudatunk adottságainktól függően hosszabb-rövidebb idő alatt rááll a rezgésre. Az előítéletek és a kételyek csak összezavarják az elmét, ezért nagy nyitottsággal és türelemmel gyakoroljunk. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!